Nemrég lezárult egy pályázati program, amelyre a régió oktatási intézményei regisztrálhattak. Azok a tanintézetek jelentkezhettek, akik gazdasági, technológiai vagy társadalmi innovációra törekszenek. A tavalyi év után idén másodszor hirdette meg a Hankook Tájer Magyarország Kft. A Hankook oktatási pályázati program, rövid néven HOP elnevezésű ösztöndíját, illetve egyfajta támogatását azoknak az iskoláknak, amelyek Fejér, Tolna vagy Bács-Kiskun megyében működnek, és a gyár, a Hankook gyár által meghatározott különböző tevékenységi formákban oktatnak nappal is diákokat. Tavaly is megfeleltünk a pályázati kiírásnak. A Kalocsai Intézmény tavaly is megfelelt a pályázati kiírásnak, amikor is 3 millió forintot nyertek. Idén annyiban változott a kiírás az előző évihez képest, hogy nem egy iskola, hanem több is nyerhetett. Idén is pályáztunk, tavaly számítógépeket vásároltunk abból az összegből, ami a rendelkezésünkre állt. Idén örömteli módon ismét nyertünk. Egyébként ezt gyorsan hozzáteszem, hogy Katona Ferenc gyakorlati oktatásvezetőnk írta a pályázatot. Ez most teljes mértékben az ő munkája volt, úgyhogy tulajdonképpen neki köszönhető ez a siker. Idén vadonatúj hegesztő berendezéseket, hegesztő gépeket fogunk vásárolni a Mócsi János utcai tanműhelyünkbe, amit már szeptemberben a diákok el is tudnak kezdeni használni. Fekete Antal tagintézményvezető elmondása szerint a tanintézet a pályázatot kiírt céggel egyre jobb és szorosabb kapcsolatot tudnak ápolni, ugyanis általuk idén egy ösztöndíj program kezdődhetett el. Második fél év, második felében indult el, tehát a gyerekek még nem tudtak kiaknázni minden lehetőséget. Ugyanakkor a következő tanévben szeretnénk itt a helyi diákoknak, a nappalis diákoknak mindenképp lehetőséget biztosítani, hogy minél szélesebb körben, minél nagyobb létszámban vegyenek részt a Hankook ösztöndíj programban.